Ki a tettes? Jogot tanulnak a diákok a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A nyíregyházi intézményben a következő tanévben biztosan többen fognak ülni a padokban. 30%-a többen jelentkeztek első helyen most, mint egy évvel ezelőtt. Ennek egy egyedülálló szakazóka, amiről szerdán az egyetem oktatási rektorhelyettese beszélt. Van nekünk egy új szakunk, ami az országban csak itt van, mi kezdeményeztük. Mi létesítettük ezt a szakot, az egészségügyi tanárszakot, és ez annyira népszerű lett, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy hatalmas siker ez az új szak az egyetemen. Változott a közoktatási és a szakképzési törvény. Eszerint már csak tanári végzettséggel oktathatnak az egészségügyi szakközépiskolákban is. Ezt a változást elsőként használta ki a nyíregyházi kar, ezért jöhet rekordszámú hallgató az egészségügyi tanárszakra. Az államilag támogatott képzésre 207-en jelentkeztek, első helyen 159-en. Összességében elmondható, hogy a karra a tavalyi évben a jelentkezők tavalyi évhez képest a jelentkezők száma 200-zal növekedett. Számokban ez azt jelenti, hogy míg tavaly 1458-an adták be jelentkezésüket az egészségügyi karra, addig most 1661-en. Népszerű szak a már említett egészségügyi tanár mellett a mentőtiszti és a szülésznői képzés. A két vidékű karunk parádésen szerepelt. Tehát az azt jelenti, hogy a székhelyen kívüli képzéseink is jók. 30%-kal nőtt meg Böszörménybe is, és Nyíregyházára is a jelentkezők száma. Összességében a Debreceni Egyetemre idén 15.302-en jelentkeztek, köztük 8.696-an első helyen. Ezzel az ELTE után a második legkeresettebb lett az országban.